Szép jó estét kívánok mindenkinek! Épp-Szalakváros önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a képviselőtestület 2019 évi közmeghallgatásán. Nagyon jó érzés ezt látni, hogy ilyen sokan, mondhatjuk sokan, elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek bennünket az itt létükkel. Szeretném megállapítani, hogy a közmeghallgatás határozatképes, hiszen 7 képviselőből 7-en jelen vagyunk. Szeretném elmondani a közmeghallgatás menetrendjét. Mindazt mindenki láthatja a kiküldött meghívóban, 3 napi rendi pontunk van a mai napra. Mindenkinek bármiféle kérdése, hozzászólása van akármilyen napirendhez, azt a 3. napi rendi pont után fogja tudni feltenni és elmondani. És egy nagyon lényeges dolog, hogy mindenféleképpen a mikrofonba kellene beszélni, hiszen a Répce TV-ben ez fog majd jól hallatszódni. A kérdéssel együtt a válasz is, nem csak a választ fogják majd a tévénézők hallani, hanem a kérdést is egyben. Úgyhogy el is kezdenénk. Első napi rendi pontunk, Répce-Szalakváros 2019 évi költségvetési tervezete, előadó Pála Péter, pénzügyi bizottság elnöke. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit a képviselőtestület nevében is. Andris azért mondta, hogy szép számmal megjelentünk, polgármester úrral beszéltük, hogy az utolsó szombathelyi közmeghallgatáson írdéspont 8-an voltak, hát annál sokkal többen vagyunk. Egy év eltellett megint elérkeztünk oda, hogy Répce-Szalakváros költségvetésével foglalkozzunk, az évi rendes matematika óra következik. Répce-Szalakváros költségvetése ugyanúgy, ahogy az előző években is azokra az alappillérekre épül, azok szerint lett kialakítva, ahogy ez már megszokott. A 2018 évi 50-es törvény, ami a központi költségvetésről szól, az államháztartási törvényről. Önkormányzatunknak van egy gazdasági programja, amihez minden évben igazítjuk a költségvetést, illetve látszik a két dátum, ahol a költségvetéssel már a testület foglalkozott. Mit is tartalmaz a költségvetésünk? Van egy kötelező táblázatos forma, erről Molnár Kati biztos nagyon sokat tudna mesélni, hogy ebben az útvesztőiben hogy lehet eligazodni ezek a kötelező feladatok, és vannak olyan feladatok, amiket a képviselőtestület felvállal önkéntesen, és nyilván ezeket is finanszírozni kell, ezek is bekerülnek a költségvetésünkbe. Az, hogy a gazdálkodásunk az milyen legyen, hogyan legyen, ahhoz nyilván valamiféle zsinórmértéket ki kell alakítani magunknak. Tehát a legfontosabb az, hogy intézményeink azok zöggenőmentesen működjenek, ugyanúgy azért a megfelelő takarékossági szempontokat is figyelembe vegyék. Meg kell valósítanunk azokat a város fejlődését szolgáló beruházásokat, fejlesztéseket, amiket elhatározunk, amik folyamatban vannak. Illetve van egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú KFT-nk, aminek a működését, illetve a tárgyi feltételeit ugyanúgy biztosítanunk kell, mint az előző években is. Megjelent egy elég magas szám a kivetítésbe. Ez a 2.755.748.000 forint, hát ez egy nagyon szép szám költségvetésnek, de nyilván ez a kiadás és a bevételi oldalon ugyanúgy megjelenik, és némileg megtévesztő is lehet, mert ha ebből azokat a pályázati forrásokat leszámoljuk, amiket meg kell jelentetni a költségvetésünkben, akkor körülbelül körülbelül 823 millió forint marad az, amiből ténylegesen a város gazdálkodni tud. Megjelent a képernyőn az, hogy milyen bevételekkel számolhatunk. Én inkább egy kis adalékot adnék, hiszen azon a meghívón, amin megkaptak a közmeghallgatásra, a számok nagy része megjelenik az orvállal, ott lehet csemegézni. Hadd mondjam itt el például önkormányzatok központi finanszírozására, idén 114.538.000 forintot kapunk. A számított az 213.303.000 forint lenne, de hogy az iparozási adóbevételünk az olyan mértékben
folyik be a kasszába, hogy az adóerősség számítás miatt ebből az összegből fordítanunk kell a kieső, abból kell megoldanunk a kieső részt. A működési támogatásra ugyanúgy gyakorlatilag a saját forrásainkat használjuk fel, és mivel a beszámítás teljes mértékben nem is érvényesül, így 8,5 millió forint szolidaritási adót is, hozzájárulást, már rossz az adó szó, fizetünk. Működési célú pénzeszköz átvételre 48 millió 136 ezer forintot tervezünk ebbe közhatalmi bevételekbe, 377 millió forintot, mindig ez az a pont, ahol egy kicsit megáll az ember, hiszen azok a bevételek, amikből tudjuk finanszírozni gyakorlatilag a központi finanszírozással nem bíró feladatainkat, azok, ha le akarom fordítani, az befolyó adókból tudjuk megtenni. Építményadóból 17 millió forintot terveztünk, gépjárműadóból 10 millió forintot, 1 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben volt. A gépjárműadón alá kell mondani, ugyanúgy érvényesül, mint tavaly is, ez a 60-40%-os megosztása, a 60%-át a befolyt gépjárműadónak az állam elviszi az önkormányzatoktól. Iparüzési adóra 350 millió forint került tervezésre, ez 30 millió forinttal több, mint a tavalyi évi tervezet volt, de hála Isten a tavalyi évben is jó gazdálkodtak a répcelepi vállalkozások, úgyhogy a tervezetnél akkor is több iparüzési adó folyt be. A tervezet ez még így is lényegesen elmarad attól a ténylegesen befolyt összegtől, amely tavaly évben megjelent a számlánkon. És ha ezt a tortát nézzük, abban a nagy szeletben megjelenik a felhalmozási bevételek, ez az 1.927.514.000 forint, hogy ez miből is terülik össze, ezt azért mondjuk el, hiszen ezek a beruházások végcsalakon fognak megvalósulni, úgyhogy az előbb, mikor azt mondtam, hogy miből gazdálkodunk, hát ebből is gazdálkodunk, csak ezek olyan pénzeszközök, amik effektíve nem a működésre vagy a kisebb beruházásokra lesznek felhasználva. Tehát itt jelenik meg az 5 millió forint építési telkek értékesítéséből, de a nagyobb falakok általános iskola energetikai korszerűsítésére nyert 82 millió 762 ezer forint, a radóház vidékfejlesztési projektből nyert összeg, illetve a két nagy vizes beruházás, a szennyvíz, ami 1 milliárd 540 millió forint, illetve a keokos ivóvíz, ami 267 millió 471 ezer forint. Ezeket, ha összeadjuk, ezek adják ki ezt a nagy tortaszámot, ami világos kékkel látszik, és a bevételekben nagyon markánsan jelenik meg. Kölcsönök visszatérülésében tervezünk 3,5 millió forintot. Ott látszik, a számítógép a 0,1-et már 0%-nak kerekített, úgyhogy az azért nem 0%, de a matematika és a kerekítés az azt adja. Illetve a finanszírozási bevételek 250 millió 745 ezer forint, amit el kell mondanom, hogy ez a tartalékunk, ami a bankban mögöttünk áll, tehát a testület gazdálkodás, az önkormányzat gazdálkodás az a tavalyi évben is olyan volt, hogy megfelelő pénzeszközt tudunk magunk mögött, ha esetleg olyan feladat állna előttünk, amihez nyúlni lehet. A bevételi oldalon végeztünk is, nézzük a kiadási oldalt. Ha elbontottam két részre, tehát a működési kiadásokra, illetve a felhalmozási kiadásokra, ha ezt le akarnám fordítani civil nyelvre, akkor azt mondanám, hogy a működési kiadások gyakorlatilag a rezsi, a felhalmozási kiadások meg az, ami ott marad nekünk igazán a pénz elköltése után, tehát olyan beruházások, amik gyarapítják a vagyonunkat.
itt is jól látszik, hogy a személyi juttatásokra összességében a járulékokkal együtt 199.484.000 forintot szánunk. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a minimálbér emelésen túl a bérminimum felüli saját forrásból plusz illet, mint tervez a hivatal, illetve az önkormányzat dolgozói számára, hiszen megérdemlik, mert olyan munkát végeznek, ami nagyban segíti a város fejlődését, illetve a város működését. A dologi kiadásokra tervezünk 650.110.000 forintot. Művelődési háznál például ez például 3 millió forinttal kevesebbet jelent, de itt azok a költségelemek kerülnek be, hogy a tavalyi költségvetésében a művelődési háznak megjelentek azok a belettel közös EFO pályázati források is, amik akkor pluszköltségként jelentek meg. Közös önkormányzati hivatal költségvetésége összességében 10.284.000 forinttal növekedik, és ezek a rendszeresen meglévő költségeink gyakorlatilag ugyanúgy jelentkeznek, mint az előző években, de még ezeken túl is kellett a zsebünkbe nyúlni, hiszen vannak egyszer megjelenő költségeink, ilyenek például a GDPR-rel kapcsolatos feladatokra, a Répcelap történetéről szóló könyvkiadására tervezett költségek, de főépítési feladatokra is külön soron lett tervezve összeg, kártyúzásra, utak felújítására 4,2 millió forintot terveztünk, Récen a közvilágítása 14,5 millióba forintba kerül, hölgyeim és uraim, ez 2,5 millió forinttal több, mint a tavalyi, tehát ez egy lényeges lépés. Ugyanezen a soron lett tervezve a pelettel közös EFO pályázatnak az áthúzódó költsége 64 millió forint értékbe, és nagy tétel az ivóvíz és szennyvíz projektnek az alfaja, ami közel 400 milliós kifizetés lesz. Ellátott a pénzbeli támogatása 7 millió forint, ezek a támogatások segélyek. Ennek az összege nem nőtt a múlt évhez képest. Polgármester úgy fogalmazott valamelyik bizottság ülésén, hogy ez nem azért van, mert ez egy ilyen hideg és szívtelen testület, és nem emeli ezeket a költségeket. Az előző években is maradványa volt ennek a tervezett összegnek, egyszerűen nincs annyi ígére a hála jó Istennek a településen, hogy ez teljes mértékben elfogyna. Egyéb működési kiadásokra 269.900.000 forintot terveztünk. Az óvodánál a tavalyi költséggel azonos számon lett tervezve, de a gyermeki étkeztetés fennmaradó részét azt nyilván ugyanúgy nekünk kell finanszírozni, mert az az állami normatíva nem elég erre a feladatra, amit megkapunk. Államháztartáson kívülre a háziorvosok és a fogorvosok támogatására 4 millió forint került tervezésre, a Récze TV 6,2 millió forint értékben kap támogatást, civil szervezeteink 50,3 millió forint értékben kapnak támogatást, itt a szervezeteinkénti levontás az azután történik meg, ha a testület a 2019 évi költségvetést ténylegesen elfogadta, akkor a szervezeteknek, civil szervezeteknek címzetten is a pontos összeg az a rendelkezésére fog állni. És akkor a felhalmozási kiadások. Hát itt is látszik, hogy a ivóvíz szennyvízés társai pályázati forrásból lévő beruházások, azok elviszik a kiadásoknak a
nagy részét intézményi beruházásokra 1.581.426.000 forint, radóház vidékfejlesztési projektjéhez 60,8 millió forint, általános iskola energetikai fejlesztése propos pályázatból 81.582.000 forint, illetve a KEHOP ivóvíz-szennyvíz korszerűsítés az 1.808.037.000 forint. Tehát a nagy tortából a legnagyobb szelet az ezeké, és az a kicsi, ami majd, hát kicsi, ott megjelenik saját erős beruházásokra, 29.251.000 forintot terveztünk, erről polgármesterül fog bővebben szólni, hogy ezek a beruházások milyen formában is hol jelennek meg. Pályázati erőre, önerőre terveztünk 3 millió forintot, felekezetek részére az 550.000 forint, amit minden évben rendelkezésre bocsátunk, ebbe az évben is rendelkezésükre áll. Az evangélikus közösség még 3 millió forinttal rendelkezhet, illetve ami fontos, lakásszerzési támogatásra 6,6 millió forintot tervezünk a visszanemtérítendő részre, illetve a kamatmentes kölcsön részre is. Ezek voltak azok a költségek. Mondom, én itt nagyon számokkal nem mutattam volna önöket, az pontosan látszik a papíron, amit megkaptak, illetve amihez kérdésük lenne, nyilván az itt ülők tudnak válaszolni. Ezzel a költségvetési koncepcióval, ami még elfogadásra vár, olyan költségvetés kialakítása volt a célunk, amit az elején is elmondtam, hogy intézményeink zavartalanul tudjanak működni, forrás teremt a beruházásainkra és segíti a civil szervezeteinket, illetve minden költségvetési beszámoló végén el kell hangzani annak, hogy a stabilitási törvénynek megfelelően nem tervezünk olyan fejlesztési célt, amely adósságot keletkeztetett volna. Biztosan nagyon sok számot mondtam is, nem mondom, hogy kifelé kikérdezem. Ott a papír mindenkinek a kezében nyilván, ezt mindenki pontosan helyre tudja tenni magába. Az a lényeg, hölgyeim és uraim, hogy végszer a költségvetése ebben az évben is stabilnak tűnik, stabilnak látszik az is, megalapozott. Egy konzervatív költségvetés, ahol a kiadás és a bevételi oldal úgy lett tervezve, hogy általában a bevételi oldal az alul tervezett, a kiadási oldal fölül tervezett, tehát ha ez a két oldal összeadódik, akkor évközben olyan forrásokra is tehetünk szert, ami még tovább erősítheti ennek a költségvetésnek a stabilitását. Én köszönöm szépen a pénzügyi osztálynak, illetve a hivatal összes dolgozának, akik segített a költségvetés összeállításában, már könnyen vagyunk mi képviselők, amikor már egy kész anyagot kapunk kész, ez amin legfőjebb cizelválni lehet még némileg, de higgyék el, ez nagy feladat, mire összeáll egy költségvetés, úgyhogy külön köszönöm Katiéknak a munkáját, mert így a képviselők élete az lényegesen egyszerűbb, de nyilván, ha arra van szükség, akkor mi is segítünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen elnök úrnak. Második napi rendi pontunk, beszámoló a környezetvédelem helyzetéről. Előadó, először Varga Sándor alpolgármester úr, utána pedig Molnár Népa Pedina ügyvezető asszony. Köszönöm.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, aki ma megjelent a közmeghallgatáson. Az én feladatom ismét csak, hogy a város környezetvédelmi helyzetéről beszéljek önöknek. Előbb elnézést kérek azoktól, akik rendszeres közmeghallgatás látogatók, mert azt gondolom, hogy nagyon sok ismétlés lesz az elmúlt évekhez képest a mai anyagban is, de talán viszontban, hogy jó néhány új dologról is rá tudunk világítani, és jó néhány új dologról is be tudok számolni ennek. Mindennyien látjuk és tapasztaljuk, hogy környezetvédelem korunk egyik legnagyobb kihívása még mind a mai napig, és talán ez a jövőben is így lesz. Nem csak magánszemélyekre, vállalkozásokra, hanem az önkormányzat intézményeire is feladatokat ró. Sőt, azt gondolom, hogy az önkormányzat esetében még kiemeltebb szerepe van a koordináló, szervező szerepkörnek a közösségeken belül. A keret az gyakorlatilag ugyanaz, mint az elmúlt években. Van egy országos hulladék gazdálkodási terv, az ebben foglalt célokkal, feladatokkal összhangban elkészült egy területi hulladékgazdálkodási terv. Ezen kívül 2005-ben elkészült, ez egy viszonylag régi dolog, a városnak a környezetvédelmi felmérése, valamint ennek a felmérésnek a tapasztalatai alapján meghatározásra került a környezetvédelmi program. Ennek az utolsó felvizsgálat az 2016-ban volt egyébként. Ezen kívül van egy, rendelkezünk egy fenntarthatósági tervvel, egy úgynevezett OKR Agenda 21-jel. Ez nagyon fontos célokat, prioritásokat fogalmaz meg településünk jövőbeni fenntartható fejlődéséhez. Gazdasági szempontból minden környezetvédelmi, illetve környezeti feltételnek a megőrzésével. Ezen kívül pedig az utolsó, az a 2017-ben elkészült rendezési terv, amely szintén legfontosabb környezetvédelmi szempontoknak a figyelembevételével készült el. Ez a négy adja tehát az alapját a mai beszámolónak, és ez a négy, aminek az intézkedéseiről, tapasztalatairól kívánok most beszámolni önöknek. Első körben, mint minden évben, talán a közművesítés energiaellátás területével kezdeném. Az önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít az energiatakarékosságra. Elsősorban azzal kezdeném, hogy tavaly is elmondtam, de még mindig aktuális, sőt most újra aktuális lett a közvilágítási rendszernek a lecserélése, meg reformálása, megújítása. LED-es technológiával válthatnánk ki a magas energiaigényű rendszert. Péter is elmondta azt a számot, hogy mennyivel növekednek idén a közvilágítási költségeink. Talán ez is, vagy hát nem talán, hanem ez is egyértelműen abba az irányba vinné településünket, hogy ezt a LED-es rendszerre való áttérést ezt minél előbb végezzük el. Egyébként éppen a napokban kaptunk az EON-tól egy olyan ajánlatot, amely erre készült el, és az derül ki egyelőre számunkra, hogy ez az ajánlat sajnos semmivel sem kedvezőbb egyelőre, mint az az ajánlat, amit néhány évvel ezelőtt készítettünk saját felbuzdulásból. Éppen a napokban olvastam, hogy Szombathelyen zajlik a közvilágítási rendszernek a korszerűsítése a LED-es világításra. Meglátjuk, mi jön ki ebből is. Ugye nagyon sok kritika éri a LED-es világításra áttért településeket. Most, hogy ezek valós vagy valótlan kritikák, ezt nyilván az ott lakók tudják legjobban megítélni. De talán ha Szombathelyi elkészül, és elmegyünk, megnézzük oda, gyakorlatilag azt gondolom, hogy majd, hogy nem mindenki könnyen el tud jutni, és viszonylag sokat közlekedünk arra, akkor talán meg tudjuk ítélni, hogy érdemes-e nekünk is átérni erre. És hát nyilván, hogyha a kereteink azok ezt megengedik, akkor azt gondolom, hogy előbb-utóbb néhány éven belül ezt Rétszalk is meg fogja tenni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a világítás korszerűsítésen kívül számos lehetőség rejlik ezekben a LED-es technológiai világítótestekben, hiszen azon túlmenően, hogy jó esetben nagyobb fényerővel és kevesebb energiafelhasználással jöhetünk ki ebből a dologból. Számos új olyan technológiák kerülhetnek beépítésre könnyen, amelyek már a 21. századi kihívásoknak is megfelelnek. Gondolok én arra például, hogy akár egy teljes wifi lefedettséget lehet elérni ezáltal a településen, amely aztán tényleg számos lehetőségre ad még lehetőséget. Új utcánk, ugye képen a Tatai utca, új utcánk most már gyakorlatilag a harmadik éves utcánk, közvilágítás ugye már ezzel a technológiával került megvalósításra. Én ott vagyok el minden nap, és azt látom, hogy egy picit más a fénye valóban, mint eleve egy hidegebb fény, más a fénye, mint a többi utcának, de valahogy úgy összességében nekem mindig úgy tűnik, hogy mégiscsak világosabb jóval. Ha úgy megnézzük, akkor lehet, hogy egy pontban jobban fókuszál, tehát nem teríti annyira a fény, de én összességében mégis mindig, hogy benézek, azt látom, hogy ez sokkal világosabb, mint mondjuk a Hunyadi utca. Szerintem jól sikerült. Képen nincs ugyan fent, de ugye a legutolsó beruházásunk a butik sornak az elkészültében is már LED-es világítótestekkel
számoltunk, és ezek kerültek kivitelezésre. Ezt itt is azt látom, hogy ez egy viszonylag jól megtervezett, sőt nagyon jól megtervezett világítás volt, és talán mindenkinek feltűnt, hogyha bejövünk Rékszakra, akár még irányból, akkor egy ilyen kivilágított fény volt gyakorlatilag a butik sor most éjszakra. Intézményeinkben is kiemelten kezdjük az energiatakarékosságot. Van egy top 2-es elnyert pályázatunk, ezt már tavaly is elmondtam, ugyan az iskola nagyszabású energetikai korszerűsítésre, egyelőre még nem lépett a megvalósítás fázisába, de bízom benne, hogy ez már csak hónapok kérdése. Ennek keretében megújulna a fűtési rendszer, többek között, illetve napelemek kerülnek, nagyon sok, talán 150 darab környékén napelem kerül elhelyezésre a tetőszerkezetre. Ezzel párhuzamosan van az iskola fenntartónak is egy elnyert pályázata, amiből szintén nagyon sok energetikai beruházás is megvalósulhat. Ugyanakkor a elnyert pályázattal rendelkezünk a művelődési ház szigetelésének korszerűsítéseire is. 2015-ben végeztük el a Bölcsőd és Idősek klubja energetikai rekonstrukcióját, ugye itt külső szigetelést kapott, kazáncsere volt, szolárrendszer került beépítésre. Emellett most már nem is azt mondom, hogy piac tervezése során, hanem azt, hogy a piac elkészült-e, utányokat látni lehet, hogy ott is véleményem szerint nagyon jól funkcionálnak azok a napelemek, amelyek beépítésre kerültek, teljes energia szükséglet rendelkezésre áll, sőt, jóval túltermeli a főleg a tavaszi-nyári időszak, amelyre szüksége van. Sportegyesület beruházásait ugyan ők koordinálják, de mivel ezt abszolút az önkormányzat elképzeléseivel összhangban teszik, itt említeném meg megint, hogy a sporttelepen és a sportcsarnokban is a napelemek biztosítják a meleg vízellátást. Vízgazdálkodás. Az elmúlt években, illetve hát ez most már nem is teljesen igaz az a mondat, hanem néhány évvel ezelőtt a több utca csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése, illetve átépítése valósult meg. El szoktam mondani, és sajnos most is el kell mondjam, hogy a jelenlegi ciklusban, a 2014-2020-as ciklusban, támogatási ciklusban további pályázati forrás nincs csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére, sőt, önerőből ezek nagyon drága beruházások, úgyhogy bízunk abban, hogy majd a következő támogatási ciklusban lesz erre forrás, és akkor nyilván az önkormányzat első között fog erre pályázni. El kell mondanom, és ott végig gondoljuk, fel kell arra készülnünk, hogy az elkövetkező időkben és a közeljövőben, távoli jövőben is egyre gyakoribbak lesznek a szélsőséges időjárási helyzetek. Azok a szélsőséges időjárási helyzetek, amikor többek között nagy mennyiségű eső fog lehullani hirtelen kis területre. Azt gondolom, hogy ezt nem csak a jelenlegi rendszer képtelen kezelni, hanem ez gyakorlatilag minden korszerű 21. századi rendszer is nehezen fogja tudni kezelni a jövőben. Erre fel kell készülnünk. Bár itt jegyezném meg, hogy az sem segít a dolgon, hogy még Rékszakon is látunk sajnos néhány helyen engedély nélküli árok lefedéseket, akár csak egy behajtó elkészítése miatt, úgyhogy kérem önöket, hogy mindenki tartózkodjon az ilyenektől, hiszen ez tényleg nem hiszem, hogy jóra vezetne. Jó hír, hogy két elnyert pályázattal rendelkezünk a vízgazdálkodás területén is, bár ez is most már gyakorlatilag két éve lassan, hogy elnyert pályázatunk van. Az egyik az ivóvíz minőség javítását célozza, a másik pedig a szennyvíztelep, illetve a hálózat korszerűsítését teszi lehetővé. Erről polgármester úr azt gondolom, hogy részletesebben fog egy kicsit beszélni. A szennyvíztisztítónkról elmondható, hogy még mindig magas kapacitású, addig azt gondolom főleg elmondható, amíg csak Rékszalak város csatorna hálózata csatlakozik rá. A befogadója a tisztított víznek továbbra is a Rékszal árapasztó. Tisztított víz befogad. A szennyvíztisztítóból kibocsátott tisztított szennyvíz minőség javítására, mint már mondottam, ütemterv készült, és ennek a végrehajtása az gyakorlatilag folyamatban van. Csapadékvíz elvezető árkok tisztán tartásában azt gondolom, hogy lefedések mellett el kell mondani, hogy a lakosságnak van szerepe, hiszen jobb, ha nem lefedjük, hanem tisztítjuk azokat az árkokat, és akkor talán hatékonyabban tudnak működni. Vízgazdálkodásnál kell elmondanom ismét azt, amivel nem gondoltam, hogy még az idén is kell erről beszélni, hogy tavaly nagy, talán még viadalmat is keltett a dolog, hogy a 2016. június 4-e előtt engedély nélkül létesített vízi létesítményeket, egyszerűen a furtósokat jelenteni kell és engedélyt kell rá kérni. Ugye tavaly ezt elmondtuk, hogy aki ezt 18. december 31-ig megteszi, az mentesül a bírság megfizetése alól, bizonyára sokan tudják, de ha valakinek mégis új lenne, akkor elmondom, hogy 2020. december 31-ig kitolták ezt az időpontot. Úgyhogy egyelőre nem kell vele kapkodni, azt gondolom, hogy közeledik az időpont, az önkormányzat majd a
megfelelő információ birtokával megadja az ehhez szükséges segítségeket. Levegő tisztaság védelem. Ez alatt azt gondolom, hogy különösebben az önkormányzatnak azon kívül, hogy a parlagfűvel szennyezett területekre felhívja a figyelmet, nincs nagy feladata. Nyilván ezeket folyamatosan ellenőrizzük, és ha észlelünk ilyen területet, akkor azonnal felszólítást küldünk a tulajdonosnak, ennek az irodáló gyónövénynek az írtására. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor nyilván ezt külső vállalkozóval fogjuk elvégeztetni az ő költségére. És kérném önöket, hogy amennyiben ilyen területet bárki bárhol észrevesz, akkor azt jelezzék a hivatal felé. Közlekedés szervezés, nem a hulladékgazdálkodás, a közlekedés szervezés. Most már azt gondolom, elmondhatjuk egy pár év tapasztalatával magunk mögött, hogy az M86-os út elkészültével és a vasút villamosításával jelentősen csökkent a levegőszennyezettség, biztos, hogy a levegőszennyezettsége csökkent, és talán az zajterhelés is ugye eleinte. Voltak lakossági panaszok, lakossági bejelentések a Gyesednek a nem hogy az zajterhelés csökkenésére vonatkozóan, hanem az zajterhelés növekedésére vonatkozóan. Ezt tavalyi évben azt gondolom, hogy sikerült a Gyesemmel megfelelően letisztáznunk. Ígéretet tettek arra, hogy megpróbálják a tőlük telhetőt megtenni és a zajterhelést csökkenteni. Ahogy láttuk azonban az elmúlt időszakban történt mozgolódás a Gyesem részéről, és amennyire a visszajelzések hogyha visszajelzéseknek hihetünk, akkor talán csökkent az a is egy minimális mértékben. Szelvénycserét hajtottak végre, stb. Hulladékgazdálkodás. Hulladékgazdálkodás, az egy üres dia, akkor lépjük a következőre. Mindig úgy kezdtem ezt a részt, hogy most is, bár nem mindig ért ezzel egyet mindenki, de azt gondolom általánosságban elmondható, hogy Répcelakváros belterületén elhagyott hulladék nincs, és szeretnénk megköszönni ezúton is lakosságnak, hogy odafigyelnek a környezetük tisztán tartására. Répcelakváros területén ugye már jó néhány éve kialakításra került, és nagy kedvel használják a hulladékgyűjtő szigeteket, illetve a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés is viszonylag népszerűnek mondható. Szigetek esetében továbbra sem lesz változás, tehát ezek a hulladékszigetek ezek nagyon sok településen megszűntek, Répcelakon nem tervezzük és nem tervezzük sem a közeljövőben, sem a távolabb jövőben egyelőre a megszüntetését, sőt, még akár a bővítésén is gondolkodunk. Van egy problémánk a szelektív szigetekkel, rendszeresen visszatérő probléma, és nagyon sokat beszélünk róla, hogy nagyon túlterheltek sokszor ezek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, amit most már leszűrve a tapasztalatokat, meg egy kicsit utána járva, azt lehet megállapítani, hogy nem a lakosság és nem a magánszemélyek tervelik túl ezeket, hanem sajnos a közületek. A közületek hordják rá a hulladékaikat, ami jó esetben szelektív hulladék, tehát legalább odavaló. De arra kérnénk ezeket a közületeket, hogy ezt a fajta tevékenységet a jövőben mellőzni szíveskedjenek, hiszen minden egyes közületnek külön szerződéssel kell rendelkeznie a szolgáltatóval, amelynek keretében egyébként ők hetente elszállítják a keletkezett hulladékot. Tehát meg kellene keresnie. Nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy minden szolgáltató, minden közületnek lesz is külön szerződése, hiszen mondom még egyszer, a szelektív hulladékot azt ingyen szállítják el tőlük. Tehát semmi szükség arra, hogy a lakosságnak fenntartott szelektív hulladékgyűjtő szigeteket terheljék ezzel. 2018. január 1-e óta az STK, mai napig az STKH Kft. Soproni Kft. Végzi a települési hulladék begyűjtését és elszállítását, illetve a hulladékudvar üzemeltetését is. Jelenleg zajlik a közbeszerzési folyamat az új szolgáltató kiválasztására, ugye lejár a szerződés, és zajlik az új szolgáltató kiválasztására. Nagyon-nagyon fontos elmondanunk, hogy a szeméttelep bezárt. Egy viszonylag rossz fényképpel tudtam ezt illusztrálni. A szeméttelep bezárt, innentől kezdve a szeméttelep ismét az önkormányzat, ismét a miénk, de hát, hogy fogalmazzak. Talán ennek még annyira se örülünk, mint hogyha egy kavicsot kaptunk volna ajándékba, mert ezzel sok jót nem vettünk a nyakunkba, sok jót nem kaptunk, feladatot viszont annál többet. Rögtön meg is kezdtük a bezárás utáni teendőket. A bezárás utáni kötelező feladatainkat, amelyre egy külső vállalkozással kötöttünk szerződést, itt többek között például csúrvalékvizelvezetésre,
gázmintavételre kell gondolni. Ezzel párhuzamosan készítjük a rekultivációs tervet. Ez egy nagyon-nagyon magas költség, tehát egy több 10 millió forintról beszélünk. És hát nyilván várjuk a megfelelő pályázatot, hiszen azt gondolom, hogy pályázat nélkül önerőből ezt megvalósítani, az nem túl szerencsés. A hulladékudvarról is beszéltem, a hulladékudvar üzemeltetését szintén ez a Sárvári Soproni Kft. Végzi. Nyitvatartása az sajnos még mindig, abban bíztam, hogy amire elmondom ezt a részt, addigra talán változtatni lehet a nyitvatartásnak a felírásán, de nem. Tehát a hulladékudvar nyitvatartása az még most is keddenként 8-15.30-ig. Tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon nem szerencsés időpont, és számtalanszor jeleztük ezt a üzemeltető felé. Számtalanszor kaptunk is arra ígéretet, hogy ez változni fog. Jelenleg bizakodunk és bízunk abban, hogy a jövőben ez valóban így fog történni. Egyébként számomra az érthetetlen válasz is elhangzott, hogy azért nem bővítik, mert Réczalkon azt látják, hogy nincs rá szükség, hiszen kevés a beszállított hulladék mennyiség. Talán ne kellett gondolni, lehet, hogy azért, mert rossz a nyitvatartás. Mert egyszer javasoltuk, hogy legalább egy szombati napot, vagy havonta egy szombatot, két hetente egy szombatot, de egyelőre nem történt változás, bízunk benne, hogy lesz. Egy picit lehet szemezgetni a hulladék udvarra beszállítható hulladék fajtákból, szekciókból, de szerintem ezt már nagyon jól ismerjük. Egyébként én azt mondom és azt javaslom, hogy ha valakinek bármiféle hulladék keletkezik otthon, akkor kerekedjen fel, annak talán még mielőtt megkapolja a kis szállítójárműt, menjen ki, kérdezze meg, mert nagyon-nagyon sok mindent befogadnak. Tehát nagyon sok volt itt a félreértés az elmúlt időszakban, hogy például tévét lehet bevinni, nem lehet bevinni, nagyon sok mindent lehet bevinni, sőt, nagyon sok minden van, amit oda nem lehet bevinni, de az onnan pár méterre található fémhulladék átvevő helyen meg szívesen átveszik. Van olyan is egyébként, ahova akik mind a kettőt, tehát például akkumulátort úgy tudom, hogy mindketten átvesznek. Lomtalanítás. Ha megtörténik a szolgáltató kiválasztása, a hulladék szállítása, akkor igyekszünk ugyanúgy megegyezni vele, mint az elmúlt időszakban is tettük. Tehát azt tudom mondani egyelőre, hogy megígérjük, hogy lomtalanítás is a tavalyihoz hasonlóan lesz. Reméljük, hogy ez így is lesz. Fémhulladékról beszéltem, hogy az ipari parkban van egy vállalkozó által üzemeltetett telep, ahol nagyon sok mindent átvesznek. Zöld hulladék. Zöld hulladék elhelyezésére jelenleg Réczal a közigazgatási területén nincs kijelölt hely. Ilyenkor mindig azt gondolom, hogy ezeket nekem kell elmondani, és én örülök. Én vagyok az, aki nem csak feltétlenül dicséri a lakosságot, hanem elmondja egy kicsit a kritikákat is. És nyilván nem azoknak szól, ez volt elsősorban, akik itt ülnek, hiszen mindenki jogkövető magatartást tanúsít, de valakik mégiscsak okoznak olyan problémákat az önkormányzatnak és ezzel saját magunknak, amiről muszáj is kell beszélnünk. Ehhez a következő képet talán, bár ennek sem túl jó fényereje. Mondom, hogy ezzel mit szeretnék mutatni. Tehát, mint mondtam, zöld hulladék elhelyezésre jelenleg Réczal közigazgatási területén nincs kijelölt hely, mindenkinek a saját feladata. És próbálunk a jövőben szigorúan, hát nem is tudom, hogy mi a legjobb szó rá, fellépni az illegális hulladék lerakás, hogyha illegális hulladék lerakás tapasztalunk. Régi szeméttelep területe mellett most is van illegálisan lerakott zöld hulladék, ami mondjuk most már elfáradt barna hulladék talán. Annak ellenére, hogy a kamerák, a szeméttelepnek a kamerái folyamatosan látják ezt a területet, még akkor is, hogyha bezárt a szeméttelep. A kamerák aktívak, a kamerák mindent látnak éjjel-nappal. Egyébként pont ennek köszönhetően volt közelmúltban tetten érés is. Bár el kell mondanom a Réczalakiaknak a mentségérés, hogy elmondtam, azt mondom, hogy itt mindenki jogkövető magatartást tanúsít, hogy nem Réczalaki volt az elkövető. Az ilyen jellegű hulladék elszállítására, bár nem feltétlenül az ekkorákra, az ilyen nagyokra, a szolgáltatótól zöld zsákot lehet vásárolni. Ennek van egy díja nyilván, azzal, hogy az ember megveszi a zöld zsákot, ezzel már megvásárolta gyakorlatilag a hulladék lerakásnak a díját is. Ezt előre meghatározott napokon havonta egyszer a szolgáltató elszállítja mindenkitől. Szerintem ez viszonylag egyszerű, bár abszolút megértem, aki azt mondja, hogy ágak esetén ebben a zöld zsákban nagyon-nagyon nehéz bármilyen ágat is belegyömöszölni, de talán a kisebbeket vagy leveleket azért meg lehet ezzel oldani. Illetve Edina fog róla beszélni, de Nonprofit Kft. Által üzemeltetett ágdaráló is nagyon szívesen áll szerintem a lakosság rendelkezésére, akik nyilván külön díj ellenében elvégzik ezt a
szolgáltatást, a darálást, és ha jól tudom, akkor akár még ezt a letarált anyagot ott is hagyják, hiszen nagyon sok jó dologra lehet ezt elhasználni. Ha még ez sem lenne jó, akkor mindenkinek mondom a kisebb, mert megint csak nem az ágakra, hanem inkább a zöld hulladékra. A házi komposztálást erősítsük. Komposztáló ládákat újra kapott az önkormányzat, úgyhogy most buzdítok megint mindenkit arra, hogy még mindig van komposztáló láda. Egyelőre háztartásonként 2 darabbal lehet számolni. Tehát mindenkit buzdítok arra, hogy ingyen és bérmentve térítésmentesen el lehet vinni, és kezdjük el a házi komposztálást, mert én csinálom otthon, szerintem nagyon jó, nagyon sok olyan hulladéktól megszabadít, ami amúgy belekerülne a kommunálisba, és mindemellett még kicsit környezettudatosabbak is vagyunk, azt gondolom. És hát van az égetés. Az égetés nem biztos, hogy a legszerencsésebb módja az ilyen jellegű hulladéktól való megszabadulásnak, de ez is egy lehetőség. Ugye kibővítettük ezt az időszakot, az égetési időszakot, minden év szeptember 15-től április 30-ig van lehetőség égetni, azaz most ezekben a napokban is, kivéve a vasárnapokat és az ünnepnapokat. Ebben a részben van nekem írva, úgyhogy én itt hívnám fel megint csak a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy éppen ma kaptunk egy észrevételt a kutyákkal kapcsolatban, hogy vannak ilyenek, ezeket azért kell elmondani, mert tényleg vannak ilyen észrevételek és ilyen jelzések, hogy mindenki figyeljen oda a saját kutyájának a kutyája által okozott szennyezésekre, és azokat amennyiben lehet távolítsa el. Úgyhogy kérünk mindenki tényleg, hogy erre figyeljünk oda, figyeljenek oda egymás érdekében is. Ha már a kutyáknál tartunk, akkor itt meg szoktam kérni a kedves lakosságot, hogy a postások munkáját is könnyítsük meg azzal, hogy a kutyákat vagy egy kicsit hátrébb. Nyilván mindenki tudja, akinek ez szól, hogy kinek van olyan kutyája, ami akar zavarja a kézbesítők munkáját, és tényleg kérem, hogy gondoskodjunk arról, hogy veszélytelenül kézbesíthessék a postások a küldeményeiket. Temetőben továbbra is van 4 darab 1100 literes gurulós hulladékgyűjtő, ebben kommunális hulladék elhelyezése szigorúan tilos. Elmondom még pár mondatban, hiszen hozzátartozik a hulladékhoz. Keletkező egészségügyi veszélyes hulladék elszállítását és ártalmatlanítását továbbra is a Megoldás Kft. Szombathelyi cég végzi, az ATEP ZRT végzi az állati eredetű hulladékok melléktermékek összegyűjtését és ártalmatlanítását, illetve a Biofilter Környezetvédelmi Kft. Alaptevékenysége a használt sütőolajok és sütőzsiradékok begyűjtése, illetve újrahasznosítása. Egyébként a hulladék udvaron úgy tudom, hogy erre is van lehetőség. Iskolában, óvodában továbbra is van száraz elemgyűjtő edényzet, a gyűjtés módjáról, mikéntjéről intézményvezetők szerintem szívesen adnám bárkinek felvilágosítást, sőt úgy tudom, hogy talán még a gazdaboltban is van. Na, megtudtuk. Tehát aki elemet forgalmaz, annak kötelező ilyennel rendelkezni, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy ezt szintén a kommunális hulladék közé tehetsük el, hanem tegyük a helyére. Természeti környezet, zöld területek, közterületek állapota területén szintén történtek fejlesztések. A legnagyobb ilyen fejlesztésünk talán a mindenki által látott és megújult butiksor. Nagyon sok dolog van, amely megváltozott a butiksornál a régi időhöz képest. Nem feltétlenül a környezetvédelmi beszámoló témája, de azt gondolom, hogy itt kell elmondani, hogy sok kritikát kaptunk a butiksorral, hál' Isten sok dicséretet is kaptunk a butiksorral kapcsolatban, de nyilván vannak kritikus hangok is, amiket szintén meg kell fogadnunk, és szintén meg kell hallgatnunk ezeket a véleményeket, és foglalkozni kell minden egyes olyan véleményen, amit valaki felénk közöl. Az egyik ilyen és talán legtöbb kritikát kapott dolog a kerékpártárolóknak és a kerékpár használatnak a kérdése. Én már hallottam azt, hogy kevés a kerékpártároló, hallottam azt, hogy nem praktikus a kerékpártároló. Érdekes, a kerékpártárolókat dicsérnek, még nem nagyon hallottam. Azt meg kell jegyezni, a kerékpártárolók száma az előző időszakhoz képest nőtt. Tehát sokkal több kerékpárt lehet elhelyezni most, mint régebben lehetett. Következő dián talán látszik, hogy melyik a kerékpártároló, mert hát nem túl jó a fénykép, de az a kerékpártároló, egy kerékpár szabályosan van elhelyezve többek között. Meg tőlem már ilyet is kérdeztek, hogy melyik a kerékpártároló, úgyhogy az a kerékpártároló, ami gyakorlatilag, hát nem tudom, hogy egy szőkvasból van elkészítve, és higgyék el, hogy több európai nálunk sokkal-sokkal fejlettebb kerékpáros kultúrával megáldott városban
hasonló vagy akár ugyanilyen kerékpártárolók vannak. Talán egy picit néhány évvel, évtizeddel előttünk járnak, és mégis ezek a kerékpártárolók vannak. Nem kell félteni a kerékpárokat ezeknek neki támasztani. Nem kell félni attól, hogy a bolttól 8 méterre kell a kerékpárt hagyni. Kamera egyébként mindent lát, tehát ha valakinek értékesebb kerékpárja van és nem zárja le, vagy bármi történel, bár rendőri statisztikából mindig az derül, hogy ide inkább hoznak biciklit, mint hogy visznek el innen. Úgyhogy szerintem nem kell attól félni, hogy itt valakinek is eltűnik a biciklije, bár én ezt nem mondhatom itt ki nyilván. Úgyhogy én megkérnék mindenkit, hogy próbáljuk meg használni. Szándékosan megmondom, hogy készítettem olyan felvételeket, amelyeken a kerékpárok azok össze-vissza. Csobogónak, oszlopnak, boltnak, tehát egyszerűen mindenhova voltak támasztva, és a kerékpár tárolók azok pedig körülbelül ilyen telítettséggel voltak, mint a képen látható. Picit próbáljunk meg talán felbe ezen változtatni, hogy próbáljunk meg nem bebiciklizni a boltba, és egy kicsit messzebb letenni. Nekem is mindannyiunknak át kell állni erre, de próbáljunk meg is, legyünk ezen, és Szombathelyen se lehet bebiciklizni a főtérre. Tehát próbáljunk meg átállni erre, hogy igen, ezek azért vannak, ezek nekünk készültek, ezek nagyon jó minőségben készültek el, és használjuk, és próbáljunk meg valami egységes rendszert a saját érdekünkbe fenntartani. És vigyázzunk az új terünkre. Budisorral kapcsolatban, mint ahogy mondtam egyébként, jelenleg az a folyamat zajlik, hogy összegyűjtjük az információkat, érkeznek be információk, hogy mind kellene és mind lehetne változtatni, és de jó lenne, ha ez másképp lenne. Nyilván lesz egy bejárás a Budisornak a tavasz folyamán, ezeket az információkat értékelni fogjuk, és amin lehet, azon változtatni fogunk, sőt, amin előtt kell változtatni, azon előtt fogunk változtatni. Sajnálatos módon voltak, és elég sok kritika és észrevétel érkezett azzal kapcsolatban, hogy többek között a szemüvegesek nehezen veszik észre a szinteltéréseket két ilyen butiknál, ott az önkormányzat igyekszik minél előbb megoldást találni. Ezzel nem fogunk várni a tavaszig, tehát ami ilyen sürgős és égető dolog, abban azt mondom, hogy egyszerre cselekednünk kell, és szerintem ez napokon belül valamilyen formában megoldódik. Végezetül engedjék meg, bár nem kapcsolódik szorosan a környezetvédelemhez, hogy néhány úgynevezett szolgálati információval és kéréssel forduljak Önökhöz, bár a környezetvédelemhez akár kapcsolódhat is a füvön való parkolás. Ez sajnos az újabb kerékpárok mellett jellemző leginkább, hogy a nagyon szépen befüggesített területünket kevesen, de parkolónak használják, úgyhogy próbáljuk meg ettől is mentesíteni magunkat. Illetve talán leginkább a gazdákhoz, vállalkozókhoz szólnék olyan értelemben, hogy a ultra felvés alatt jön a szezon, sőt, szezonja van ennek a dolognak, nincs szezonja a dolognak, elnézést, lezárult a szezonja, pihenő időszak van a gazdáknak, amennyire tudom, de a gépeikkel, hogyha elindulnak majd a tavasszal és sárfelhordások lennének, akkor igyekezzünk erre odafigyelni, hogy ne legyen ez baleset veszélyes. Néhányan jelezték, és talán azt gondolom folyamatosan jelzik is, hogyha nem jó az internet, nem jó a közvilágítás, vagy nem jó bármi olyan, amivel minden egyes magánszemélynek külön szerződése van a szolgáltatójával, azt jelzik az önkormányzat felé. Az lenne a kérésünk, hogy elsősorban ne az önkormányzatot keressék ezekkel a problémákkal, hanem próbálják meghívni a szolgáltatójukat, próbálják meghívni a hibabejelentő vonalakat. Nyilván amennyiben elakadnak ebben a folyamatban, vagy akár ez tényleg olyan tömeges probléma, hogy ezzel tényleg olyan sokan keresnek meg bennünket, akkor az önkormányzat is lépni fog, és nagyon szívesen segít ebben. Csak azt meg tudomásul kell lenni, sajnos, hogy mindenkinek külön szerződése van szolgáltatókkal, az önkormányzat itt csak közvetítő szerepet tud ellátni és betölteni. Közösségi együttélés szabályaiból talán majd Edina fog említeni egy-két dolgot, úgyhogy arra nem kívánnék kitérni, fűnyírás, hóeltakarítás témakörben. Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet és azt, hogy a településünket az ide látogatók is csak dicsérik állandóan a tisztasága miatt, és tegyük élhetővé azzal a városunkat, hogy vigyázunk rá, és egyre inkább szolgáljunk rá szolgálunkra. Amit már remélem mindannyian tudunk, hogy mi szerint Révcalak az élhető kisváros. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Hallgatáson a környezetvédelemhez hozzátartozik a zöld felületeknek a bővítése, karbantartása is, és erről szeretnék beszélni, illetve a
KFT-nek a tevékenységéről az elmúlt egy évben a zöld felületeket 2017. november óta a kezelését fokozatosan, folyamatosan vettük át, jelenleg Réczelaknak a teljes közterületét mi tartjuk karban, és a közterületeket, köztisztasági feladatokat is mi látjuk el. Réczelakon, ahogy hallották már bevezetőben, az elmúlt évben számos épített beruházás valósult meg és kezdődött el. Erről majd részletesen polgármester úr is be fog számolni. Az épített létesítményekhez természetesen szorosan kapcsolódnak a zöld felületek, a zöld felületi beruházások is, és számos új intenzív fenntartású zöld felület jött létre, például az említett Budik soron, illetve a tavaly átadott réczelaki vásártéren is, de az utóbbi néhány évben újult meg a művelődési háznak a parkja is, a helytörténeti gyűjtemény parkja is, akkor a Petőfi utcai kerékpárút mentén is Cserjesor és Fasor létesült, és fasorokat telepítettünk több utcába, az Aradi utcába, Széchenyi utcába és a Hunyadi utcába is, és hogy a jövőt egy kicsit előre vetítsem, ahogy látták itt a szomszédban a Radó kertészlak épül, szépül, ennek a környezete is meg fog újulni. A Réczelaki Városüzemeltetési Kft. Jelenleg a külterjesebb területekkel együtt, itt gondolok itt a Gőzmalmi útra, a Szemételek környékére, a külső területére, az építési telkekre, a be nem épített építési telkekre. Ezekkel együtt több mint 19 hektár gyepterületet, közel 5000 négyzetméter cserjesort és ágyást, közel 200 folyóméter sövényt, több mint 180 négyzetméter egynyári ágyást és ültetőedény, több mint 90 négyzetméter évelő ágyást, közel az elmúlt 4-5 évben telepített 250 fát gondoz, és az idei évben, tavasszal, május környékén 3600 egynári virágot fogunk elültetni, idén ősszel Árvácskából és ne felejtsből 4200 palántát ültettünk ki, és folyamatosan pótoljuk a kiszáradt fákat és cserjéket. Néhány önkéntes vállalásunk is volt a tavalyi évben, például az óvoda kertjében kivágtuk az összes rózsát, amik szúrósnak bizonyultak, és virágzó cserjékkel cseréltük le. A felsorolásban nem szerepel az idős fáknak a gondozása. Hosszú távú tervünk az, hogy ahogy több nagyváros, inkább a nagyvárosok csinálják, hogy Réczel a fáinak feltérképezését, a fa, úgynevezett fakatesztelnek az elkészítését megkezdjük, és így az városnak az zöld vagyonát is meg tudjuk határozni. Sok értékes fával rendelkezünk, gondoljunk csak itt a Radó kastély kertjében magasodó több száz éves platánokra, és vannak nagy zöld felületeink is, ami nagyon szerencsés, amik egyre inkább föl fognak értékelődni a klímaváltozás és az egyre melegedő és szárazabb nyarak miatt, ugyanis egyedül a zöld felületek, a nagy kiterítésű fás területek azok, amik csökkentik a hőhatást, illetve tisztítják a levegőt és oxigént termelnek az üvegházhatású gázokkal szemben. Úgyhogy célunk az, hogy ezeket a nagy lombú, nagy kiterjedésű fás területeket megóvjuk, újítsuk és bővítsük is. Minden lakóteremben pedig az iskola óvodaparkja erre jó példa. Fasor felújításokat is folytatunk, és a jövőben is. Tervezzük a Fő utcán a díszcseresznyel Fasornak a megújítását, de nagyon szép ezek a dupla virágú, rózsaszín virágú, nagyon szép fák, ezt bővítjük. Egy több évre áthúzódó tervünk van, az ott lakókkal egyeztetve szeretnénk fokozatosan megszüntetni a Bartók Béla utca és Nitz felüli részén, a Zavar utcában, a Lerkovics béke, Bel utcákban és a Körös utcákban az elöregedett egy fáknak a leváltását és egységes utca sorfákat létesíteni. Ezt tudjuk, hogy sokan számára kényes kérdés és érzelmi kérdés is, mert vannak olyanok, akik valóban karban tartják ezeket a fákat, és szedik a terméseiket, de vannak olyanok is, akik nem, és ezek
egyrészt szemetel a termésük, másrészt pedig betegségeket terjeszt, átterjednek róla a különböző betegségek a kertekbe. A közterületeken nem lehet akármilyen szerekkel permetezni, úgyhogy ez elég problémás, és többen vannak olyanok, akik ezektől meg akarnak szabadulni, de például nem akarják mondjuk a kivágási illetéket megfizetni, és ezért arra gondoltunk az önkormányzattal egyeztetve, hogy a lakosság számára egy olyan kedvező megoldást szeretnénk nyújtani, hogy átvállaljuk az illetéket, kivágjuk a fákat, a faanyagot azt a lakosság, a lakó, az adott háznak a lakójának fölajánljuk, illetve aki igényt ad rá, csemetét és gyümölcsfa csemetét ajánlanám fel, egy darabot a saját kedven való elültetésre. Ebben a témában szeretnénk lakossági fórumot tartani, és szeretnénk a lakossággal egyeztetve megvalósítani ezt a tervünket. A fűnyírással kapcsolatban elmondanám, hogy az említett elítélés szabálya szerint ugye mindenkinek az ingatlan előtti közterületet saját magának kell karbantartania, nyírni a füvet, illetve a havat eltakarítani. A Petőfi utca páros oldalán elkészült új kerékpárút mellett az egységes városkép érdekében átvállaltuk a fűnyírás, az utpatka, illetve a kerékpárút között, és ezért kérjük ennek fejébe az ott lakókat, hogy segítsenek a cserjelagyásoknak a fenntartásában, amit sokan meg is tesznek, és ezt nagyon szépen köszönjük. Többen igénybe vették azt a szolgáltatásunkat a tavaly és tavaly évben, hogy aki rászoruló, aki nem tudja elvégezni a kötelező fűnyírást a ház előtt, hanem a elvégező kedvező áron. Úgyhogy tavaly is sokan értek vele a kapacitásunknak a függvényében, ezt az idén is és a jövőben is meg fogjuk tenni. A sikosságmentesítést az önkormányzati ingatlanok előtti járdaszakaszokon, illetve a kerékpárutakon végezzük, de figyelemmel kísérjük az utaknak a sikosságmentesítését, és sok esetben az ilyen panaszokat is kezeljük, de így felmondanám, hogy azért vegyük figyelembe a téli időjárást, és a téli időjárásnak megfelelően közlekedjünk, és ne akarjunk a lefagyott úton kerékpározni. A közterülete olyan megoldás jelent a sózás, de a hiába használunk környezetbarát ilyen zeolittal kevert útszórósót, aminek a zeolit tartalmát a napokba söpörjük össze, és felhasználjuk természetesen újra, ahogy ezt európai fejlettebb környezetkultúrával rendelkező városokban is megteszik, hogy azért ez környezetterhelő anyag, főleg azokon a helyeken, ahol nincsen útpatka, rámosódik a gyepfelületre, és azért ezt kisárgítja, úgyhogy csak okszerűen sózunk. A zöld hulladékkal kapcsolatban már volt szó, nem feladatunk és nem is jogosultságunk, hogy a hulladékszállítás, ennek ellenére a karácsonyfákat összegyűjtöttük, hogy a közterületeket tisztán tartsuk, hogy nem ütközünk léten nyomon karácsonyfánkait az elmúlt időszakban, és egy helyre szállítottunk, ahonnan az STKH-ről, a deponáló helyről elvitte, és ezzel az ő munkájukat is megkönnyítettük. A lomtanítással kapcsolatban nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk még, hogy kivégzi, illetve hogy elviszik-e a zöld hulladék, a gar hulladékot, de azt szeretnénk megkérni, hogy ne rakják ki az utcára, se a hullott lombot ne helyezzék el a közterületen az árkokba. Erre volt példa sajnos, az STKH-nak a zöld zsákja, ami megvásárolható a hulladék udvarban, nem túl jó nyitvatartási időben, az lehetőséget ad arra, illetve a komposztálás is elhangzott, hogy vannak igényelhető komposztálóládák, és ágaprítási szolgáltatásunkat is igénybe lehet venni. Az aprítés is tulajdonképpen komposztálható, a fűnyesedék elkeverve nagyon hasznos lesz. Úgy tudjuk, hogy komposztálással kapcsolatos szaktanácsadási fórumot fog a Rágon Műgát Egyesület szervezni
a hónap második felében, és ahogy olvashatták a hírmondóban is adtunk már tanácsokat erről. A piaccal kapcsolatban is szeretnék pár szót említeni. Tavaly évnek a legnagyobb beruházása a piacnak a megépítése volt, ami a fedett piac megépítése, ami a Récel a kivásártér nevet kapta. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy benépesüljön, ami bizonyos időszakokban meg is valósul. Nem tudjuk kizárólag termelői piacot működtetni, ezért kértük az átmenősítését, ami folyamatos folyamatban van. A lakosság körébe téves információk terjedtek el azzal kapcsolatban, a piaci helypénzzel kapcsolatban. Récel akkor a piacon és a vásártéren is kívül és belül is négyzetméterenként bruttó 300 forint a helypénz. Egy 5 négyzetméteres asztal kerül 1500 forint, már nem pedig egy négyzetméter, ahol sok, ahogy sokaktól hallottunk. A téli időszakban nem kérünk helypénzt, és a szabályzatunk értelmében a Récel, aki vállalkozók és őstermelők ingyen árusíthatnak a piacon, illetve az újonnan érkező érdeklődőknek is mentességet biztosítunk. Végezetül elmondanám, hogy elkészült a honlapunk, a www.városüzem.internet hiányán már nem tudom megmutatni, de otthon ránézhetnek www.városüzem-recelak.hu és egyébként a recelak.hu honlapról az intézményeken menüpont alatt a Récel Kiváros Üzemeltetési Kft. Útvonalon is elérhető a honlapunk. Ezen közzétettük a cégadatainkat, különböző közzétételek, teljesen nyilvánosak a dokumentumaink, lakossági szolgáltatási áraink, aktuális információk, elérhetőségek megtalálhatók rajta, van egy kapcsolatfelvételi űrlap is, e-mailt lehet ennek kitértésére, e-mailt lehet nekünk írni. De bármilyen rá vonatkozó kérdésben mindig is álltunk és állunk és rendelkezésre telefonon személyesen. Igyekszünk segíteni és megoldást találni minden felmerülő problémára. Kérjük az együttműködésüket abban, hogy Récel a tiszta és rendezett kultúrált kisváros legyen és maradjon rendezett környezettel. Már elcsépeltnek hazó mondásával, Kennedy mondásával szeretném zárni a beszámolómat, hogy ne azt kérdezd, hogy mit tett érted az ország, hanem azt, hogy mit tett érted az országért. Úgyhogy ezt próbáljuk meg szem előtt tartani, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A kérdésekre szívesen válaszolok kritikusan, illetve a rendezvény végén személyesen is, akinek személyes jellegű lenne a kérdések. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen ügyvezető asszony előadását. Most pedig a harmadik napi rendi pontunk következik. 2019 évi fejlesztések, beruházások, aktuális feladatok. Előadó Szabó József polgármester úr. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát nekem jutott a végén az a feladat, hogy olyan beszéljek, ami még nem hangzott el, és ezt bevallom, hogy nagyon nehéz lesz, de megpróbálok az újdonságokkal is szolgálni. Azzal kezdeném, hogy az itt ülő képviselő testület utolsó közmeghallgatása ez, hiszen választások lesznek októberben, és ennek a képviselő testületnek a mandátuma lejár, és úgy gondoltam, hogy én az utolsó alkalommal vagyunk így együtt, egy kis összegzést mondanék arról a múlt 4-4,5 évről, amit képviselőtársaimmal együtt Récelakon elkövettünk. A testület 2014. októberében alakult, és elfogadott egy
tervet, egy olyan tervet, amit a elkövetkezendő 5 évben úgy gondoltuk, hogy végre tudunk hajtani. Ez a terv egységes és 100%-os támogatottsággal készült el, úgyhogy elmondhatom, hogy amit végrehajtottunk, az nyilván nem a polgármester érdeme, nem egy ember érdeme, hanem a itt ülő képviselőtestülettel közösen végeztük. Ami elmondható Léccalakról, és az elhangzott többször, hogy Léccalak egy nyugodt és építkező település, normális jogkövető állampolgárokkal és kimagasló a jogközbiztonsággal. Ezt mindig elmondom, mert ez nem természetes minden településen. Bár nincs itt most a Gyula, Léccalakon tavaly 18 bűncselekmény történt, mindössze 18, minden rekordot megdöntöttünk ezzel. És ami a legfontosabb, vagy ennél fontosabb, hogy a legsúlyosabb bűncselekmény az az volt, amikor a Bíró Józsi képviselőtársam telepén az olajat ellopták, tehát innentől csak enyhébb bűncselekmények vannak, és remélem, hogy ez így marad a jövőben is. Szeretném ismertetni önökkel egy kis bejárást a Léccalakon, hogy mi történt a elmúlt időszakban. Csak úgy felpillantva. Ugye indulunk onnan, tehát nézzük belőle, bejövünk, elkészült az M86-os út, ami nyilván Léccalak életében egy jelentős változást hozott, és ahogy lejövünk a 86-os útról, áthelyeztük a keresztet, ami most egy jelképe is Léccalaknak, tehát a bejövő ember, a Léccalakra beérkező autós, az ezzel a kereszttel találkozunk, amit éjszaka egy ilyen szórfényen meg is világítunk. Ha balra fordulunk az útról, akkor közben kialakítottunk egy kis horgásztavat a Horgász Egyesülettel közösen, főleg az ő érdemükám ez, de nyilván az önkormányzat elég jelentős anyagi eszközzel hozzájárult, és segítünk az elkövetkezendő időszakban is, hogy ez a horgásztó, ez tényleg egy ilyen kellemes, kedves, nem csak a horgászoknak, hanem a nem horgászoknak is egy kellemes kiránduló helye legyen. Megyünk tovább, vagy jövünk be a Széchenyi utcán. Nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, hogy milyen volt a Széchenyi utca. A Széchenyi utcát teljesen felújítottuk, új burkolatot kapott. Járda épült a bal oldalon, és mind a két oldalon fákat ültettünk. Tehát aki bejön Léccalakra, az egy kellemes városképpel találkozik, egy kellemes utcaképpel találkozik. És nagyon nagy eredménynek tartom azt, hogy ezt a egyébként nem a mi tulajdonunkban lévő utat, ez nem a Léccalaki önkormányzat tulajdona, a KPM-ben, vagy hát az üzemeltetővel közösen nagyon kevés anyag ráfordítással meg tudtuk csinálni. Ahogy bejövünk Léccalakra, szembe található a volt TSZ iroda, ami szintén egy, hát ha belegondolunk, hogy milyen állapotok voltak előtte, ezt teljesen megvettük, tehát megvettük ezt az épületet, kitisztítottuk az elejét, parkosítottunk, és ebbe az épületbe kapott helyet a KFT-nk is, illetve teljes, tehát összes iroda ki van adva, itt van a LISZ KFT-nek az irodaháza, illetve még két vállalkozás került ott elhelyezésre a KFT-n kívül. Aztán, ha balra kanyarodunk, Tehát a Petőfi utcában, jobb oldalon térburkolatos járdát építettünk, folyókat ki lett cserélve a kerékpárút mellett, fákat ültettünk, tehát egy fasort ültettünk oda a Királyék és a Gardi Adi Endre utca közé, illetve a másik oldalon pedig megépült a piac, tehát ezen a részen is egy nagyon jelentős változás történt. Aztán a következő, elérkezünk a sportpályára, teljesen megújult a sportöltöző, épült egy a sportegyesület beruházásában egy sportszálló, illetve kerítés,
tehát ott is nagyon nagy fejlesztések történtek. Itt látható a sportszálló. Az Zöldváros program keretében megújult a üzletsor, ha jövünk erre visszafele. És hát reméljük, hogy tavasszal, amikor majd kihajtanak a fák, meg növények, zöldek lesznek, virágok lesznek, akkor még jobban látszik, hogy ez egy nagyon szép része lesz Répcalaknak. És hát ahogy elhangzott itt többször is, hogy tényleg vigyázzunk rá, hiszen egy olyan területet csináltunk, ami bátran mondhatom, hogy 21. századi, maga az egész, hogyha még elkészül a butik sornak a festése, tehát meg lesz az egész azokkal a színekkel, amit meghatároztunk, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szép része lesz Répcalaknak. Aztán megyünk tovább. 700-780 méter hosszba kerékpárút épült, és a kerékpárút mellett új fák lettek ültetve, diszkokrok lettek ültetve. Hát amikor visszagondolunk, hogy nyáron, amikor virágoztak ezek a bokrok, akkor egy, és frissen volt nyírva a fű, akkor ez egy nagyon szép látvány magába is. Meg hát nyilván a kerékpárutat azért építettük, hogy kerékpárút lehessen. Többen használják a másik oldalt, mint a régi kerékpárutat, tehát azt gondolom, hogy ez egy hasznos dolog volt, hogy ez megépült. Aztán megyünk tovább, leérünk a Hunyadi utcába, Aradi utcába. Ott fákat ültettünk, Aradi utcában mind a két oldalon, Hunyadi utcában is, bár ott az egyik oldalon a talajminőség miatt nem sikerült minden fát életbe tartani. Kialakítottunk egy teljesen új utcát, a Tatai Sándor utcát, ahol már 5 ház elkészült, most a 6. készül. Teljes közműellátással, normális úttal, közvilágítással, tehát azt gondolom, hogy ez is egy hasznos dolog volt. Aztán visszajövünk a Arany János utca felé. Teljesen megújítottuk a múzeumkertet. Térburkolatos járdát kapott az a rész, ahol eddig ilyen kavicsos volt. Tájékoztató táblákat helyeztünk el, illetve egy Répcalakon feltárt épületnek a makettjét is elhelyeztük, amíg tart a világítás, addig még este ki is van világítva. Múzeum belsőt is felújítottuk a 750. évfordulóra. Aztán a ciklus legnagyobb beruházása a sportcsarnok volt. Mindenki tudja, hogy most már második éve, hogy ez a sportcsarnok üzemel nagy sikerrel, hiszen ha valaki arra megy esténként, akkor azt látja, hogy autó, biciklik vannak, nagyon nagy kihasználtsága van, nagyon nagy siker, és rengeteg dicséretet kapunk az ide érkezőktől, hogy egy ilyen kis településen egy ilyen modern sportcsarnok van, ami nem csak modern, hanem egyébként praktikus is, tehát egy jól használható, jól kihasználható sportcsarnok. Aztán még maradunk ott, a iskola udvarán egy rekordtán pálya, rekordtán futópálya épült közben, illetve felújítottuk a iskolában lévő játszóteret. Aztán jövünk visszafele, létesült egy szobor az egyházzal közösen, elég jelentős önkormányzati támogatással, 5 millió forintot adtunk erre a szoborra. Azt gondolom, hogy Répcalaknak egy új nevezetességét láthatjuk itt a képen, meg hát láthatjuk nyilván a templom előtt. Teljes energetikai korszerűsítésen esett át a bölcsöde, illetve a bölcsöde udvar teljesen megújult, a mentőállomás felőli falat pedig leszigeteltük. Tehát ha valaki most bemegy a bölcsőre udvarára, akkor egy teljesen kulturált, teljesen megújított részre megy. Jövünk visszafele, egészségház. Az egészségház teljes átalakításon esett át, de az egyes számú orvosi rendelő oda költözött, és az összes helyiséget felújítottuk, átépítettük. Szerintem praktikusra sikerült. Legalábbis a orvosok is azt mondják, hogy jó dolgozni,
és a betegtől sem hallott panaszt, hogy valami olyan gond lenne, amit nekünk kellene orvosolni. Készül a radóház, ugye azt a programunkban úgy szerepel, hogy megvásároljuk a radóházat, és felújítjuk. A felújítást megvásároltuk a ciklus második évében, és azóta zajlik a felújítás. Reményeim szerint nyár végére, augusztusra, talán remélem, hogy elkészül. Ugye azt mondtuk, hogy 3 éven keresztül építjük, hogy ne terheljen egy költségvetési évet ennek a költsége, hiszen elég magas költség van. Ugye a pályázati pénzből vettük meg, tehát az nem az önkormányzati pénzből ment, illetve 22 millió forintot már nyertünk, meg még vannak pályázatainkben, amik azt segítik, hogy minél kevesebb önerőt kelljen felhasználni, de nyilván az is jelentős, amit a saját pénzünkből felújítunk. És remélem, hogy ki is tudjuk majd használni, és egy közösségi házzal szeretnénk alakítani, illetve itt is elhangzott Edinától, hogy a teret, ami előtte lévő tér, az pedig növényekkel, virágokkal, tehát egy szép térre szeretnénk alakítani. Kihelyeztünk egy információs táblát a művelődési ház elé. Megyünk tovább, ugye a hulladékudvar létesült, illetve bár nem a, de nyilván ami Répszalakon történik, az minden kapcsolódik az önkormányzathoz. Az, hogy a LISZ nagyon nagy beruházást hajtott végre, egy új üzemcsarnokot épített, ez is csak úgy lehetett, hogy az önkormányzat előtte azt a területet, ahol most a LISZ üzemcsarnok van, azt olyan állapotban hozta, tehát a felső vezetékeket lerakta a föld alá, vagy leragadtuk a föld alá, tehát lehetőséget adva arra, hogy a LISZ ott terjeszkedjen. Tehát egy nagyon nagy fejlesztés volt az ipari parkban, és továbbra is a LISZ Kft. Minden évben milliárdos nagyságrendű beruházásokat végez. Picit tovább megyünk temetőbe, ugye úgy kezdtük a ciklust, hogy a következő évben megcsináltattunk közvilágítást, egy kaput nyitottunk a temető, tehát van egy másik bejárat is, aztán utána felújítottuk teljesen a ravatalozót, illetve a temető előtti sáv, ami ott a kerítés mellett van, az pedig a teljes megújítás alá esett zöldnövényeket, tehát örök zöldnövényeket ültettünk. Könnyebb is gondolni, meg azt gondolom, hogy esztétikailag is szebb látvány. Hát körülbelül ennyi a nagy dolgok, nyilván sok kis dolgot, parkolót építettünk a tovodához, ott azt a sávot, meg sok olyan apró dolog volt nyilván, de ezek a jelentősebb lépések, amiket az önkormányzat ebben az elmúlt 4 évben, 4,5 évben végzett. A szó esett már itt a Péter által említett, vagy elmondott ismertetőbe is, hogy mik lesznek az idejében, mik várhatók az idejében. Olyan látványos beruházások, mint amik az elmúlt 1-2 évben történtek, tehát akár sportsanok, akár ravatalozó, akár zöldváros, akár piac, ilyenek az idén nem várhatók, hiszen most olyan pályázataink vannak, amik bár összegében nagyobbak, mint amit eddig elmondtam, de egy 1,5 milliárd összegű beruházás az nem zaklatja annyira fel az embereket, mint ha épül egy sportcsarnok nyilván, pedig 2-szer annyiba kerül, mint a sportcsarnok. Viszont legalább olyan fontos, hiszen elhangzott itt a környezetvédelem fontossága, de elhangzott az is, hogy vagy elhangzik most akkor az is, hogy ígéretet tettünk a ciklus elején, hogy valamilyen módon a házi átemelővel rendelkező lakosokon próbálunk segíteni. Ez 100%-ig nem fog sikerülni, mert a 4-ből csak 3 utcát érint ez a felújítás, tehát hogy megszűnnek ezek a benti átemelők és gravitációs csatorna lesz a Vörösmarty utcában, illetve a Dózsa és Gárdonyi utcában. A Széchenyi utcában nem tudtunk egyszerűen nem adott lehetőséget a pályázat arra, hogy még azt a utcát betegyük. Remélem, hogy egy idő után majd az is el fog készülni.
Tehát ez, amit elhangzott itt már kétszer, tehát a Vitrika Zengis pályázaton indulnak. Ma beszéltem azzal a személlyel, aki koordinálja ezt a két beruházást, és mind a kettő azt mondta, hogy jó eséllyel az idén elkészül, és 2020. december 31-ig viszont be kell fejezni. Ez azt jelenti, hogy 365 nap áll rendelkezésre, a befejezésre. Tehát össze kell kapni a kivitelezőknek magukat, hogy tudják teljesíteni. Az Európai Uniós támogatásra megy az egész, tehát itt elég szigorú határidők vannak. Tehát indulni fog. Az iskola épületéről is sok szó esett, de hát az viszont nem hangzott el, hogy, és ami nem jó hír, hogy teljes mértékben ez az összeg, amit nyertünk, az nem lesz elég arra a programra, ami meg van határozva a pályázatban. Tehát a pályázatban le lehet írva, hogy mit kell csinálni. Erre kaptunk egy összeget, elnyertünk egy összeget, és most kiderült, hogy már ma tervezési időszakban, hogy közel 20 millió forinttal többe kerül, és olyan dolgok kerülnek többe, amit az a pályázat nem támogat. Még a képviselőtestület összes tagja, vagy minden tagja nem tudja, ezt nyilván meg fogjuk majd beszélni, hogy támogatjuk-e azt, hogy az összes radiátor ki legyen cserélve, vagy meghagyjuk az 50 éves radiátorokat, és úgy csinálunk egy energetikai felújítást. Ezen nyilván elgondolkodunk, ez 20 millió forintos kiadás, amit nekünk a saját pénzünkből kell hozzátenni majd a dolgodához, valószínű, hogy ezt meg is fogjuk tenni. Néhány olyan dolog, ami az Ajkai kastélyról beszéltem, tehát ez a, vagy a Radóról, tehát készül, én abban reménykedem, hogy ez egy szép épület lesz, és abban is reménykedem, hogy ez egy hasznos épület lesz, majd eldöntjük. Néhány olyan dolog, ami Rémszalagon fog történni, nem az önkormányzat beruházásában, nem is az önkormányzat támogatásával, de mégis nyilván mindannyiunkat érint. Többször beszéltünk már is, ugye mindig visszautalok a programunkra. A programunkban azt írtuk, hogy az Ajkai kastélyt megvásároljuk, és ilyen idősek otthona kialakítására tettünk kísérletet. Ugye ez nem sikerült, de mondjuk is egyházzal próbáltunk eljárni. Nem felelt meg az épület ennek, és nem volt partner ebben az egyház, és nyilván én sem lettem volna az ő helyükben. Úgyhogy nem vettük meg ezt az épületet, viszont megvette egy soproni befektető cég, akik lakóparkot építenek. Múlt héten beszéltem velük, minden tervünk megvan, tehát az összes engedélyük megvan arra, hogy elkezdik az építkezést. Heteken belül, most nyilván én ezt tudom mondani, amit ők mondtak, hogy heteken belül megkezdik a bontást, és az idén már kezdik az igényfelmérést, hogy körülbelül hány lakás kellene el, hiszen ezek nem bérlakások, hanem megvásárolható lakások lesznek. Ha nagyon az érdeklődés, akkor megépítik egybe a teljes 28 lakást, tehát 4x7, tehát 7x4 lakás lesz ezen a területen. Ha nem, akkor két ütemben, az első ütemben megépítenek három ilyen 4 lakást, és akkor utána meglátják, hogy milyen igények lesznek. Tehát ez várható azon a területen az idén, illetve autómosó fog létesülni a pálya melletti területen, tehát ahol még 4-5 éve az volt, hogy ott is ilyen lakóházak lesznek, tehát egy sorház. És vagy egy Beleni, vagy egy másik vállalkozó, mert ketten is pályáztak erre a területre, tehát ketten is akartak odaépíteni autómosót. Valamelyik biztos, hogy meg fogja építeni, tehát egy új szolgáltatással fog bővülni Rémszalag. Valószínű, hogy megrendeljük a Csándigi utca és a József Attila utca összekötését szolgáló, ami most Kavicsos útot tart iskolát, ahol meg lehet közelíteni a sportcsont mögötti Kavicsos út. Annak a tervét, tehát megpróbáljuk majd pályázati pénzből ezt a utat megépíteni, tehát egyelőre megterveztetjük, meglátjuk, hogy mennyibe kerül. Ennek a
az útnak a kialakítása, ugye szoktam mondani, és már lehet, hogy néhány mondják is, hogy oda kell utat építeni, ahol csapa van, tehát ez most egy elég jól kicsapázott terület. Most tavaly felújítottuk ilyen murvával, de azért mindenképpen az lenne normális, hogyha ez egy közlekedhető út lenne. Viszont ennek akkor ez nem csak úgy van, hogy leaszfaltozzuk, hanem akkor ennek ködvilágítást kell csinálni, meg kell oldani egy csapadékvízelvetetést, meg hát arra a területre is valami elképzelésnek kell lenni. És hát nyilván van is, lesz is, tehát azon a területen is lesz valamiféle mozgás. Aztán, ami még apró dolog, de egyébként sok embert érinthet, hogy a temető parkolót, azt a részt, ahol eddig a építők tárolták az anyagokat, eléggé viseltes állapotban van, az kap egy urbanizálást, tehát egy kulturáltabb parkolást tesz lehetővé. Azt gondolom, hogy leburkolni nem, tehát iszonyú pénz lenne, tehát meg felesleges is, tehát hogy annyit nem használjuk, de egy ilyen urvás megerősítést mindenképpen fog kapni. Hát körülbelül ez várható, és nyilván az várható, hogy, és ez is elhangzott így számokban, hogy a költségvetésünkben, ugye mindig vannak egy-egy évnek kiemelt területei. Tehát amikor a sportcsarnokat építettük, akkor nyilván arra az évre a legtöbb pénz oda ment, hiszen 220-valahány millió forinttal támogattuk a sportcsarnok építését, annyi önrészt kellett betenni. Tehát minden évben volt valami nagyobb kiadás, most az idén az emberek kerültek előtérbe, tehát azt mondtuk, hogy erősítsük meg azokat az embereket egy picit anyagilag, akik gyakorlatilag értünk dolgoznak. Nyilván fizetést kapnak, de mégiscsak értünk dolgoznak, intézik az ügyeinket, a gyerekeinket fogadják a óvodába, a művelődési házba fogadnak bennünket, amikor idejövünk, az edináék pedig elvégzik azokat a munkákat, vagy létszalagban, tényleg amikor valaki idejön, vagy magunknak, nyilván magunknak is, egy normális szép környezetben legyünk. Tehát az idejében prioritásként kezeltük a mi hatáskörünkben lévő dolgozóknak a valamilyen módon a bérrendezését. Nem mondom, hogy kiemelkedő fizetések vannak, inkább azt mondom, hogy szégyenletesen alacsony fizetések voltak, és egy picit próbálok segíteni jelzés értékkel is, hogy fontosak nekünk, fontosak a városnak, fontos az ő munkájuk a városnak. Tehát ez egy üzenet is feléjük, és remélem, hogy értik is, hogy és a munkájukkal hálálják ezt meg, hogy mert a város pénzét adjuk, tehát nem a pénzét adjuk, tehát ők ezt úgy fogják fel, hogy ez egy megbecsülés is. Aztán továbbra is prioritás a civil szervezetek támogatása. Minden civil szervezet több pénzt kap az idén, és ez is egy üzenet a civil szféra felé, meg egy megbecsülés is, hiszen nagyon jól működő civil szervezeteink vannak, szinte mindegyik, aki támogatást kap, az aktív életet él, tehát nincsenek ilyen félhalott szervezeteink, hogy már elveszik a pénzt, aztán valahogy elvegetálnak, tehát élő szervezetek vannak. Nagyon sok tagja van Répszalakon működő egyesületeknek, és ez nagy értéke Répszalaknak, hiszen az élhetőséghez hozzátartozik az is, hogy az emberek a szabad idejükben olyan tevékenységeket folytathassanak, ami ő nekik jól esik. Ezt is kiemelten támogatja az önkormányzat az idén. És akkor befejezésül néhány gondolata az együttélésről. Ugye Sanyi is, Edina is beszélt arról, hogy nyilván, tehát amikor közösségről beszélünk, akkor nyilván beszélhetünk családról, beszélhetünk munkahelyről, beszélhetünk sok mindenről. Amikor Répszalakról beszélünk, akkor Répszalak közösségéről beszélünk, arról a közel 2700 emberről, aki úgy döntött, hogy ezen a közigazgatási területen belül szeretné leírni a életéből annak a egy részét. Az, hogy milyen lesz Répszalak, hogy milyen irányba megyünk, hogy mennyire jó itt élni, az nyilván elsősorban az itt élő embereken múlik.
és amit mondtam az elején, hogy Lépcalakon összességében nagyon-nagyon nagy százalékban törvénytisztelő, tisztességes emberek élnek, akik vigyáznak a környezetükre, akik betartják a szabályokat. Ezért néz ki Lépcalak, ahogy kinéz egyébként, mert a képviselőtestület nem azzal van elfoglalva, hogy egymást írja, hanem azzal van elfoglalva, hogy milyen ötleteink vannak és mit tudunk megcsinálni közösen. A Lépcalaki emberek azzal vannak elfoglalva, hogy mitől lesz jobban a város. Amikor a gondokról beszélünk, akkor mindig egy olyan kisebbségről beszélünk, akik osztuságot okoznak a nagyon nagy többségnek. Én arra kérek mindenkit, és ez is elhangzott mind a két oldalról, hogy vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra, és figyeljük azokra az emberekre, akik azokat a dolgokat csinálják, ami ezeket a bosszúságokat okozza. Tehát ne rösteljük szólni, tudom, hogy nem nagyon népszerű, nekem meg kell tennem. Most miért van polgármester? Meg kell tenni, persze. Meg is teszem, meg biztos a képviselőtársam is megteszi. De tegyük meg közösen, hogy azokat a pitiáner, de mégis bosszantó dolgokat szóvá tegyük, ne hagyjuk, és akkor még könnyebb lesz az életünk. Nem akarok túl, most mód is túl hosszú vagyok, úgyhogy tök mindegy. Tehát amikor ide jönnek hozzánk Lépcalakra, idegenek, és akkor ezt gondolom azért már nem csak én tapasztalom, más is, hogy hú, hogy Lépcalak, hát hogy itt milyen tisztaság van. Hát, hogy itt milyen rend van, hát, hogy Jóska, hát, hogy meg amikor jöttünk, tehát az ide érkező emberek, azok nagyon nagy tisztelettel és csodálattal beszélnek rólunk. Ha a műfát jönnek, most itt volt a Renikőben, nézek ez a kulturális egyesületnek a rendezvénye. 3 telefont kaptam hétfőn. Hát hogy nem is gondolták volna, meg hát hogy milyen jó volt, minden megnek, kedvesnek az emberek. Tehát becsüljük meg ezt, hogy egyébként tényleg jó hely Lépcalak. Mi is hívjuk el magunknak, hogy tényleg jó hely Lépcalak, és akkor még jobb helyen lesz Lépcalak, hogyha még ezeket az apróságokat, amit Edina is elmondott, Csanyi is elmondott, ezeket ki tudjuk küszöbölni. A szemetelés az a leglátványosabb, és nyilván olyan helyen, ahol eldobunk egy papírzsák, nincsen papírzsákkendő, eldobunk egyet, ott az feltűnik. Ahol 80 papírzsákkendő van, ott nem tűnik fel egy, ott 80 van. Tehát most már eljutottunk addig Lépcalakon, hogy ilyen problémák vannak, és de ezeken nagyon könnyen tudunk segíteni. Tehát az apróságokra is kell most már figyelnünk, és ebben nyilván minden embernek a együttműködésére szükség van. Én köszönöm a figyelmüket, és azt kívánom, hogy továbbra is Lépcalak egy sokat emlegetett élhető kisváros legyen, és az, hogy az legyen ahhoz az itt lévőknek, meg a képernyő előtt ülőknek is hozzá kell tenni a magukét. Nyilván mi a magunk részéről azokat, amik a mi rajtunk igyekszünk hozzátenni, ezt ígérem még mindenképpen a elkövetkezendő 7 hónapra. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen polgárás úr szavait, most pedig az önök napirendje következik. Bármilyen kérdésre, véleményre bárki itt a testület részéről áll az önök rendelkezésére, nincsen megkötés a témában, egy feltétel van, a mikrofonba kellene feltenni a kérdést, illetve a véleményt. Úgyhogy nyugodtan lehet jelentkezni, mindig az első a legnehezebb. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy nagyon részletes beszámolót hallottunk. Én már nem először. Olyan hozzászólásaim lennének. Először is köszönjük szépen az összes civil szervezet nevében a megemelt támogatást.
a következőnök a Sanyika irányába menne. Ugye mondta ezt a parkolást a főutcán. 37 cm. Ez a 37 cm azt jelenti, ennyi a járda és a bicikliút közötti távolság. A Szakács Péter előtt nyugodtan kimehetsz, lenélheted. Ez egy kis sövény sort jelent. Én tisztelettel szeretném azt javasolni, hogy a Szakács, ugye nagyon sokan járnak az Erzsénénihez a fordászatba, szembe a húsboltba, hogy esetlegesen betenni azt valahogy a költségvetésbe, hogy a Szakács Péteréktől a Baranyai Józsiékig az 4 házat jelent, nem lehetne ott meghosszabbítani az autóparkolót, és ez a gond megszűnne. Én parkoltam ott sajnos, mert télen nem pihennek a gazdák, bokrásznak, és fűrészt vittem javítani. Következő, amit még így szeretnék mondani, mondtad ezt a zöld hulladék lerakást. Hát erre ki kéne jelölni egy helyet, mert ez óriási probléma szerintem. Hát előbb-utóbb valahol egy helyet, ahol kiírva pontosan egy nagy táblára, hogy mit tehetsz le. Tedd le az ágat, az körbe lenne kerítve, ne tegyél bele vasat, betont, téglát, mert az probléma, tuskót. Tehát foglalkozunk mindig, évek óta elmondod ezt, teljesen jogosan, és teljesen igazam van ebben, de tenni kell valamit, azt akkor az a probléma úgy gondolom, hogy megszűnik. Én ezeket láttam itt az első gondolataimban. Szerintem ezek, Józsi mindig mondja, hogy az előbb is elmondtad, hogy oda kell járdát épülni, ahol járnak át az emberek. A parkolóügyben ezt szerintem az, hogy ezt meg lehet csinálni, nem olyan nagy költség ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megszólítatnak érzem magamat, úgyhogy azt mondom, hogy válaszolok rá, mert egyszer polgármester vagy jegyző azt, hogy kijavít. Elnézést, valóban a gazdák elég szépen dolgoznak, elsősorban elnézést. Kezdjük a másodikkal, talán az ötödik jelölés. Minden évben elmondom, és nem azért mondom el, mert az önkormányzat nem szeretne tenni ebben az ügyben. És ha hiszed, ha nem, ha hiszik, ha nem, akkor az egyik legtöbbet, az egyik olyan téma, amivel a legtöbbet foglalkoztunk az elmúlt 4,5 évben. Minden hétfőn vannak vezetői megbeszéléseink délelőtt. Minden hétfőn. Most már talán nem órák mennek el vele, hanem csak hosszú percek, de a zöld hulladék elhelyezésről beszélünk. A jelenlegi helyzet az az, hogy törvényileg, tehát jogszabályi kötöttségek miatt nem jelölhetünk ki területet. Az önkormányzat nem jelölhet ki területet, nem mondhatja azt, hogy ide lehet zöld hulladékot hordani, hiszen nincs ilyen jogosultságunk. Ha lenne, akkor ezt már régen megtettük volna. Tehát ezt van szerintem az első intézkedés, amit megtettünk volna, hiszen ahogy felállt az új testület, akkor azzal szembesültük, hogy talán ahogy, és azért beszélünk róla ennyit, mert ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a zöld hulladékot nincs hova elhelyezni. Azon vagyunk, hogy erre legyen megoldás, nagyon sokféle megoldást gondoltunk végig az elmúlt időszakban. Talán látni azért a törekvést, hiszen elhoztuk a régi szeméttelep és a tűzivíztározó közül azt a helyet, ha nem is hivatalosan, és nem is jelöltünk ki ilyen helyet, de talán mégis azt látjuk, hogy a lakosságnak az a része, aki igen, mindenáron valahova ki akar vinni az öltöldékot, az oda kiviszi gyakorlatilag a régi személytelepnek a helyre, illetve az új személytelettől hoztuk el. Tehát nem rajtunk múlik ez. Első, és tudjuk, hogy ez óriási probléma, a polgármester úr rendszeresen jár a többi polgármesterrel, kisvárosi polgármesterrel, hasonló nagyságú települések polgármestereivel össze, és ez minden hasonló nagyságú településnek, illetve minden településnek óriási problémája. Azon vagyunk, hogy ez megoldást találjon az elterjedő életben. Ugye daráltattuk is, külső céget hívtuk ledarálni az zöld hulladékot, az sem volt a legszerencsésebb. Tehát azon vagyunk, hogy ez megoldást találjon, ez a probléma, de nem egyszerű. Sőt, azt gondolom, hogy szerintem a következő testületnek is ez nagy feladat lesz, úgyhogy hogyha ezt így elfogadod, akkor az első legyen. Mihelyest a jogszabály lehetőségek engedik, hogy kijelöljünk egy területet, abban a pillanatban ki fogunk jelölni területet, ez biztos. Parkoló kérdése. Ugye ott az első és legnagyobb probléma véleményem szerint az, hogy nem az M86-os, hanem a Petőfi utca nem a miénk. Tehát a Petőfi utca az a közút kezelésében van. Nyilván azt gondolom, hogy megfontoljuk ezt a felvetést, és fogunk erről beszélni a testületben, de
Szerintem erre most talán mondani, hogy ezt meg lehet csinálni, és valóban nem hiszem, hogy akkor anyagi kérdés lenne ez, hanem inkább ez megint csak az, hogy nem a miénk az út, tehát azért ezek a szervek viszonylag rugalmatlanok sajnos. De szerintem megfontoljuk, és fogunk róla beszélni, szerintem tájékoztatni fogunk arról, hogyha ebben bármiféle megoldás szület. Köszönöm. És van olyan, aki ezt a kevés parkoló helyet is életvitelszerűen garázsba használja. Nem tudunk velük vele szállni. Következő kérdés. Nagy a hallgatás, ha nincsen. Na, hát hogyha nincsen senkinek más észrevétele, kérdése, akkor én csak azt tudom mondani, hogy köszönjük még egyszer, hogy ellátogattak hozzánk és meghallgattak bennünket. És azt kérném mindenki ide, hogy vigyék a város jó hírét, a répcalak jó hírét és a répcalakiak jó hírét. És azzal szeretnék elbúcsúzni, amivel tavaly is elbúcsúztam, hogy építsük együtt az élhető kisváros falait. Jó utat hazafelé és jó éjszakát mindenkinek!